Az asszály és a háború ellenére is több ezer gazda csatlakozott a magyarok Kenyere 15 millió búza szem elnevezésű programhoz. A felajánlott búzát idén is rászoruló gyerekek és családok kapják. A felajánlásokat egyébként augusztus 20-áig várják több tucat hazai és határon túli helyszínen. Titanilla folytatja. Jakab István a vendégünk, az országgyűlés alelnöke és a Magosz elnöke jó estét. Jó estét kívánok! Mi az üzenete a magyarok kenyerek kezdeményezésnek? Ugye ez, ez egy nagyon, szép szimbolikus gesztus is a valódi segítségen túl. Ez a program, ez a magyar gazdák lelkéből fakadt. Ők úgy döntöttek, hogy összhagyják a gabonát, összeöntik, és az ebből készült vízből elkészül a nemzet kenyere. Ez egy térség volt Baranya megyében, akik eldöntötték, 12 év eltelt, ma az egész Kárpát-medence gazdatársadalma ehhez csatlakozott, és most már a diaszpórában élő magyarság is csatlakozott hozzánk. Ennek az az üzenete, hogy van közöttünk egy láthatatlan kötelék, egy egymásért vállalt felelősség, egy érzés, amelyek összetart bennünket, összeköt bennünket, az a nemzeti érzés, amely megtartó erő volt, az ma is, és reméljük, hogy lesz az elkövetkező időben is. Tehát egy kenyéren vagyunk. Közös a kudarc, közös a siker, közös a bánat, közös az öröm, és közös a jövő építésének a lehetősége és a felelőssége, de közös a felelősségünk a ma megélésében is, mert bizony elég nehéz időszak van. És ugye pont a napokban járt Kárpátalján, ahol ugye különösen nehezek ezek a hetek és hónapok, és ott is gyűjtenek a gazdák. Így igaz, szombaton volt a Kárpátaljának ottani gazdák búzőszöntő ünnepsége. Természetesen ott voltam, mert úgy érzem, hogy amikor nehéz helyzet van, amikor baj van, igazán akkor kell együtt lennünk. Azt kell mondjam, hogy a nehézség, a háború, a Covid és a szörnyű áremelkedés ellenére is az kárpátaljai gazdák, a legnagyobb mennyiségben most gyűjtöttek gabonát. Szívszorító volt látni, ahogy volt, aki lovas lovasfogattal, volt, aki személyautóval, volt, aki a kerékpárja csomagtartóján hozta el a kevés kis búzáját, de hozta, mert úgy érezte, hogy az annyi maradt még, hogy talán akinek semmi nem termett, neki is legyen. És ugye ma délelőtt helyezték el ezt a bizonyos aratókoszorút a Szent István Bazilikában, hogy ez is ide kapcsolódik ehhez a kezdeményezéshez. Mit jelképez ez a koszorú? Ez a koszorú azt jelképezi, hogy most már vége az aratásnak, hagyományok szerint már a cséplésnek is vége kell, hogy legyen, és az arató, az aratást végző munkások annó elkészítették a koszorút, és ezt átadták a gazdának. A tiszteletük jelképül is azért, hogy ők tisztességesen elvégezték a munkát, azaz megtermett a kenyér, megtermett az ország kenyere. Nos, ez a, ez a nagyon szép gesztus megmaradt, és ma már ez egy csodálatos népművészeti értéket jelent. Azt jelenti, hogy ime elvégeztük a munkát, és itt van a mi csodálatos értékünk. Hiszem, hogy a hajdunánási asszonyok kezemunkáját dicsére ez a gyönyörű koszorú, és nem csak a hívek, hanem a, a Szent István bazilikában látogató emberek is megcsodálják, és a körmeneten is viszik majd a kollégáim. Augusztus 20-áig még folytatódik a gyűjtés, a Gabona, a búza gyűjtése. Mi történik ezután? Reméljük, hogy legalább a múlt évit, itt a Kárpát-medencében a múlt évi mennyiséget elérjük. Reméljük, hogy ez, ami a búzán keresztül összekapcsol bennünket, azért ezen túl menően is, tehát sokkal több segítséget tudunk adni, mert adunk tudást, kapcsolatokat, képességet. És hát aki nem gabonában akarja segíteni a programot, segítheti más módon is, és az alapítványunk működik. De azután az történik, hogy a gabonát megőröltetjük, egyeztetünk a különböző segélyszervezetekkel, és nyilván a határon túl főleg Kárpátaljára koncentrálunk, de erdélyi Csaba árvái, de az itthoni rászorulók számára is eljuttatjuk a támogatást lisztformájában közösségek számára, gyermekotthonok számára, idős otthonok számára, de mindezt a karitatív szervezetekkel, egyházi szervezetekkel, együttműködésben, mert azt akarjuk, hogy minden egyes adományozott búzaszem, minden egyes fillér az oda kerüljön, ahova azt szánták. A nemzeti összetartozás évében akkor a diaspora magyarságához is juttattak el egy bizonyos mennyiségű lisztet, az idén is így lesz? Így van, azért juttatjuk el, hogy ők az általuk megtermelt liszttel együtt összekeverve, mégül is készítsék el a magyarok kenyerét. Ez egy, ez egy különleges érzés, egy különleges kapocs. Idén voltam Daytona az Egyesült Államokban élő magyarság képviselőjével találkoztam. Hát egy csodálatos érzés volt, vittem magammal búzát, ők is hoztak, és ott is ugyanúgy egy ünnepség keretében, hisz nyilván több napi rendi pont volt, de ez az egyik fénypontjává vált az eseménynek, a magyarok találkozójának, hogy összöntöttük a búzát is, és az valami hihetetlen látvány volt látni, ahogy a könycsepp megjelenik egyesek szemében. És ugye az is erősíti ezt az összetartozást, hogy a kenyér egyéb hozzávalóit is úgy adták össze a különböző országrészek, nemzetrészek. Így igaz, hát Hajdúnánáson volt egy hete, a Búza, pénteken volt egy hete a búzaösszöntő ünnepségünk, a hajdunánáson, hát közel ezeren vettünk részt, a diaszpórából is ott voltak a képviselők, az egész Kárpát-medence, mindahonnal elhozták a búzát, összeöntöttük, és elhelyeztük az összeöntött búzán a parajdésút a Tisza forrásából hozott vizet, és most a kovászt a felvidékről hozták, mert mindig más területről hozunk a kovászt, annak külön jelentősége van. Azt mondjuk, mint ahogy az összeöntött 15 millió búzaszem, ahogy Liszte a, a, kenyérben egyesül, úgy egyesülnek az egyes területeken élő magyar emberek a nemzetben. Ha már itt kenyérről és búzáról van szó, hetek óta Téma az, hogy milyen aszályos időket él most az ország, hogy milyen elképesztő mennyiségű csapadék hiányzik a földekről, és ez ugye nyilván a búza termésre, a gabona termésre is hatással van. Hogy látja most a jelenlegi helyzetet? Nagyon nehéz időket élünk meg, pandémia, háború, szomszédban, áremelkedések, infláció, és egy hihetetlen aszály, több mint ezer, minimum, sajnos ezer milliárd forintos veszteség. Ez nagyon-nagyon nagy összeg. Ez majdnem annyi, mint az előző hét évben a vidékfejlesztési támogatások. Az 1350 milliárd forint volt. Tehát gondoljuk végig, hogy ezt most elszenvedni a gazdáknak ilyen körülmények között mekkora traumát jelent. E, nagyon komoly e, munka zajlik Létrejött az, a, az az operatív törzs, amelyik ezzel a kérdéssel foglalkozik, három miniszter részvételével, a elnöke, jó magam is tagjai vagyunk. Minden egyes megoldást megfontolunk, ami segítséget nyújthat. Itt a hitelek prolongálása, a biztosítóknak a kötelező 14 napon belüli kifizetés, azon kívül természetes az a tömegtakarmányok szállítása, hisz nem csak a gabonát veszít, gabona hozamok csökkentek. A Dunától keletre szinte nincs kukorica, csak ott, ahol öntöznek. 4 millió tonna kukorica esett ki. 7,6 millió volt az előző évben az összes kukorica termésünk. Tehát több, mint a fele kiesett. Ez azt jelenti, hogy most egy hatalmas nemzet összefogásra van szükség, segítjük egymást, nyilván minden, minden lehetőséget megragadunk. Nyilván most a, újra kell gondolni az egész vízgazdálkodásunkat. A klíma nem megváltozik, a klíma megváltozott. Már túl vagyunk a 24. órán, és nyilván be kell tárolni a vizet, azt a vizet, ami ugye nem készültünk erre, nem készülhettünk rá. Most már egy teljesen új helyzet van. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben vizet betárolni, csatornákat rendbe tenni, ezt kormány és gazdák együtt. Tehát ez egy nemzeti program kell, hogy legyen, ezen dolgozunk. Ennek részben már az egyes elemei megvalósultak, most viszont ez komplexen, vízügyi mérnökökkel összefogva teljesen új lapokra kell helyezni. Először a gondolkodását minden a magyar embernek, nincs tiltakozás az ellen, hogy dúzasztás legyen a folyókon, vagy nem. Vissza kell tartani a vizet, mert ez az életünket jelenti. Csak így tudjuk a legkorszerűbb technológiákat is alkalmazni. Ha van elegendő víz, a talajok erősen kiszáradtak, és nagyon komoly gondjaink lesznek ősszel, ha nem lesz csapadék. Tehát bizony a öntözésre már dolgozunk, hogy hogyan lehet megoldani. Elnök úr, alelnök úr, köszönjük, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.